mindenkinek, Jimmy Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 155. epizódja. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag tanácsot sem adok. Minden házba a beteg javára lépek be, és őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól. A fenti idézet az ókori Görögországban keletkező orvosi esküből származik, mely a Hippokratészi eskü nevet viseli. Kószi Hippokratész volt az első orvos, aki az egyiptomi orvoslást alapul véve rendszerbe foglalta az orvostudomány gyakorlati és elméleti alapjait. Az ezen esküben található orvosi etikai alapok napjainkban is áthatják az orvosi esküket. Bár ez nagyon szépen hangzik, sajnos számos olyan orvos tűnt fel az emberiség történelme során, akik fittyet hánytak az etikára, morára és a legszentebb kötelességüket szekték meg. Nem segíteni vagy meggyógyítani akarták a betegeiket, hanem ártani nekik, és ezen cselekedetük nem egyszer gyilkosságba vagy gyilkosság sorozatba torkollott. Az egészségügyben dolgozó sorozatgyilkosok általában három okból ölnek. Így akarnak segíteni haldokló betegeiken, hatalmat akarnak felettük gyakorolni, vagy meg akarják szerezni betegeik vagyonát. Az 1960-ban született Charles Cullen 16 év alatt egy New Jersey-ben található kórházban ápolói pályafutása során legalább 40 beteggel végzett, azonban egyesek szerint ez a szám akár 400 körül is mozoghat, hiszen maga Cullen sem emlékezett arra, pontosan hány betegének adagolta túl szándékosan a gyógyszereit. Kálen azt állította, ő azért tölt súlyos beteg, haldokló embereket, hogy megkímélje őket a további szenvedéseiktől. Kálen 2006-ban 11 egymást követő életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Az 1954-ben született amerikai orvos Joseph Michael Swango, aki doktor halál is ismernek, körülbelül 60 betegét gyilkolta meg, ám a férfi négy esetben ismerte el bűnösségét. Swango általában arzénnal mérgezte meg betegeit vagy gyanakvó munkatársait, ugyanis több kollégájának is feltűnt, hogy miután a doktor kettesben maradt betegeivel, azok a betegek hamarosan elhunytak. De az is előfordult, hogy szándékosan túladagolta a betegeinek felírt gyógyszereket. Dr. Swangót 2000-ben három egymást követő életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Swango elmondása szerint betegesen vonzódott a halálhoz, nyomozók szerint a férfi élvezte azt a hatalmat, amit betegei felett gyakorolhatott. A harmadik tényezőre a leghírhettebb példa az 1946-os születésű Dr. Harold Shipman, aki Angliában legalább 15 idős betegét tette el lábalól heroin segítségével, Shipman pedig hamis végrendeletek által megörökölte a kivégzett betegeket, Vagyonát. A férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, azonban az orvos 2004 januárjában felakasztotta magát a cellájában. És a Harold Shipman ügy által érkeztünk el a mai témánkhoz. Bár három elkövetési motiváció érthető módon aggályos, az anyagi javakért való meggyilkolás talán a legaljasabb, hiszen ilyen esetekben nincs szó mentálisan sérült orvosokról, mint például Dr. Swangónál, egy számító, hideg, lelkiismeretlen gazemberről annál inkább. Azt talán kevesen tudják, hogy Dr. Shipmannek volt egy hírhet elődje, az orvos, aki betegei halála után egyre jobban gazdagodott. Karrierjének csúcsán ő volt egész Anglia leggazdagabb orvosa. Ennek ellenére nem mondhatom azt, hogy biztosan sorozatgyilkos volt. Ugyanis minden vádpont alól felmentették, és a halál orvosának is becézett férfi haláláig folytatta praxisát. Hogy fordulhatott ez elő? Miért nem sikerült elítélni? Gyilkos volt, vagy megnyerő szélhámos? Ismerkedjünk meg dr. John Batkin Adams hátborzongató történetével. Halló, Eastburni rendőrség. Miben segíthetünk? Jó napot kívánok. Egy lehetséges bűncselekményt szeretnék bejelenteni. Lehetséges bűncselekmény? Miről van szó? Ki beszél? A nevem nem fontos. Megkérem, hogy vizsgáljanak ki egy nemrégiben történt halálesetet. Egy Gertrude Hallett nevű hölgyről van szó. Miért kellene kivizsgálnunk? Gertrude jó barátom volt. Okom van azt feltételezni, nem abban halt meg, amit hivatalosan megállapítottak. Azt gyanítom, a barátomat az orvosa ölte meg. Ezzel az 1956-ban történt névtelen telefonhívással kezdődött minden az Angliában található Eastburn városában. Ez a hívás indította el azt a nyomozást, mely arra igyekezett rávilágítani, hogy Anglia a leggazdagabb, egyik legismertebb orvosa egy kegyetlen, pénzéhes sorozatgyilkos. A névtelen hívó, mint később kiderült, a kor híres komikusa volt, Leslie Hanson, aki számos némafilmben, majd zenés vígjátékban is szerepelt. A komikus jó barátságot ápolt egy Gertrude Hallett nevű 50 éves asszonynal és annak férjével, Alfred Jack Hallettel, a 71 éves gazdag üzletemberrel és nyugdíjas Lloyds Banki alkalmazottal. 1955 év végén Jack Hallettet betegség verte le a lábáról, ezért a házaspár felvette a kapcsolatot az ekkor még nagyon jó hírű orvosukkal. Az orvos kezelni kezdte az idős férfit, aminek az lett a vége, hogy Hallett 1956. március 14-én elhunyt. A kezelő doktor szívrohamot jelölt meg a halálokaként. Férje halála után Gertrude depresszióba esett, ezért az orvosa a hölgyet is a gondoskodása alá helyezte négy hónappal később, 1956. július 19-én Gertrude Hallett gyógyszer túladagolásban elhunyt. Miután a rendőrség a névtelen hívás után alaposabban vizsgálódni kezdett, hamar rájöttek, hogy Gertrude Hallett halála előtt két nappal egy ezer fontos csekket állított ki az orvos részére, illetve ráhagyta a Rolls Royce, Royce Silver Down autóját. További vizsgálódás kiderítette, a négy hónappal korábban elhújt férj végrendeletében 500 fontot hagyott a kezelőorvosára. Egyre több gyanús dolog merült fel, és a hatóságok a Hallett házaspár halálát hamar kapcsolatba hozták egy 1950-ben megtörtént halálesettel. Ekkor egy, szintén Eastburnben élő lakos, bizonyos Edith Alice Morell gazdag özvegyasszony halt meg titokzatos körülmények között. Orvosha ugyanaz volt, aki a Hallett házaspárt kezelte, Edith Morell pedig erre az orvosra egy láda ezüst evőeszközt és egy Rolls Royce Royce-t hagyott. A nyomozók egyre döbbentebben vették tudomásul, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt években ezen orvos páciensei közül igen sokan elhunytak, és különös módon a halott páciensek nagy része végrendeletébe bevette a kezelőorvosát, aki igen gazdag emberré vált az idők során. Ez a titokzatos házi orvos nem volt más, mint dr. John Batkin Adams. Dr. John Batkin Adams 1899. január 21-én született a mai észak Írországban, Entry megye Rendelstown elnevezésű városában. Szülei igen komoly vallásos nevelésben részesítették, ugyanis mindketten tagjai voltak a Plymouth testvérek nevű keresztény mozgalomnak. A Plymouth testvérek mozgalom gyökerei az 1820-as évekre tehetőek, amikor egy keresztény csoportosulás 1820-ban összeült egy úrvacsorára az Írországi Dublinban. Itt komoly beszélgetések indultak el, mely társalgások eredménye az lett, hogy az angliai Plymouthban 1831-ben megalakult a testvériség. A Plymouth testvérek szerint a biblia tanításai minden emberi tekintélyt felülírnak, és a mozgalom Jézus második eljövetelének fontosságát hangsúlyozta. Kis érdekesség, hogy a hírhet saffürdős vámpírnak elnevezett sorozatgyilkos John Hay szülei szintén ezen mozgalom tagjai voltak. Bátkén apja prédikátor volt a helyi gyülekezetben, így a kis Adams minden vasárnapot a templomban töltött. A férfi egyébként szüleihez hasonlóan élete végéig a Plymouth testvérek tagja maradt. Edem apja 1914-ben agyvérzésben elhunyt, öcse, William Batkin pedig 1918-ban influenzában. A kis Edems kettesben maradt az édesanyjával, Ellennel tanulmányait egy fiúknak fenntartott intézményben, az Észak-Írország Landonderi megyéjében található Corrain Academical Institutionben kezdte, majd 17 évesen a Queen's University Belfastra járt, Belfast városának állami kutatóegyetemére. Adams egy betegeskedő fiatalember volt, állítólag tuberkulózisban is szenvedett. Talán emiatt a fiú nagyon visszahúzódó volt, kerülte egyetemi társai, akik úgy emlegették, mint egy magányos farkast, aki nem szereti az emberek társaságát. Adams 22 évesen 1921-ben szerzett diplomát, ezután dolgozott asszisztensként az angliában található Bristoli kórházban, azonban legnagyobb sikereit akkor érte el, amikor egy háziorvosi állásra jelentkezett a délkelet-angliában található Sussex megyében, Eastburn városában az állást megkapta, így 1922-től kezdődően dr. Adams teljesen áttette székhelyét Angliába, és édesanyjával Eastbourne-be költözött, ahol velük élt még unokatestvére, Seraph Florence is. Ekkor vette kezdetét elképesztő pályafutása. Bár a férfi szakmailag nem volt kiemelkedő orvos, a középosztálybeli, illetve tehetős, gazdag, idős páciensei konkrétan rajongtak érte. Mindenkihez volt egy kedves szava, lágyan, behízelgően beszélt, az idős hölgy betegei kezét vagy haját gyakran megsimogatta. Néhány év leforgása alatt egy igen komoly pacientúrát épített ki, a betegei szerették és megbíztak benne. Ezen idő alatt pedig dr. Adams egyre vagyonosabb és vagyonosabb ember lett. 1929-ben, tehát praxisának kezdete után 7 évvel vásárolt egy 18 szobás házat, mely hatalmas ház a Kent lágy nevet viselte. Dr. Batkin elköltözött édesanyjától és unokatestvérétől, ám gyakorta látta vendégül a két nőt újdonsült birodalmában. A férfi 1956-ig zavartalanul folytatta praxisát, amikor az a bizonyos névtelen telefonhívás felhívta arra a figyelmet, hogy lehet az, hogy egy orvosnak sorra hunynak el a páciens, és ez az orvos ezzel egyetemben először Eastburn, majd egész Anglia leggazdagabb házi orvosává válik. No de ne szaladjunk ennyire előre. Lássuk röviden, időrendben a Hallett házaspár halálesetének kapcsán milyen sötét ügyeket derített fel a rendőrség. 1946. december 24-én Szenteste napján a tehetős özvegyasszony, a 75 éves Emily Louise Mortimer otthonában elhunyt. nem sokkal azután, hogy házi orvosa dr. Batkin egy órát töltött bezárkózva az asszony szobájába, egy beteg vizsgálatra hivatkozva. A hölgy halálakor derült ki, hogy 3000 font értékű részvényt, illetve 5000 font készpénzt hagyott dr. Batkinra, a családtagjaira pedig szinte semmit. A felháborodott rokonság megtámadta a végrendeletet, azonban a bíróságon ezt elutasították. 1950. február 23-án a 76 éves módos asszony Amy Ware elhújtott honában. Halála előtt jelentősen romlott az állapota, és a nő utolsó heteiben már csak dr. Batkint az orvosát volt hajlandó beengedni az otthonába. A hölgy házi orvosára 1000 font készpénzt és egy 8900 font értékű birtokot hagyott. 1950. december 28-án a 89 éves Anabel Kilgör hunyt el. Dr. Batkin július óta kezelte, a hölgy halálakor az orvosra hagyott 200 fontot és egy drága antik órát. Dokumentumok kimutatták, hogy időközben dr. Batkin 1952. januárjában elképesztő mennyiségű 5000 darab fenobarbitál tablettát vásárolt. Ez egy nyugtató altató, melynek a legkomolyabb mellékhatása a teljes leszedálódás idős betegeknél zavart okoz. A barburátok igen veszélyes gyógyszerek, túladagolva a keringés teljes összeomlását és halált okoznak. 1952. május 11-én a 88 éves Julia Bradnum meghalt. Kezelőorvosa dr. Batkin halála előtt igyekezett meggyőzni az asszonyt, hogy írja újra a végrendeletét, ezáltal őt nevezve meg a legfőbb örökösként. Ez Julia Bradnum lánya mondta el, aki egyszer benyitott anyja szobájába, amikor dr. Batkin odabent vizitet tartott, és látta, hogy az orvos keze az idős nő tértén van. A doktornak ez a terve nem jött be a lány és a rokonok közbejárása miatt, ám így is szép pénz ütötte a markát. Julia Bradnum 667 fontot hagyott rá. 1954. februárjában a 87 éves Clara Neil Miller halt meg, közvetlenül azután, hogy Dr. Batkin megvizsgálta. A hölgy 2200 fontot hagyott a róla gondoskodó orvosra, a nő utolsó pillanataiban is megbízott a doktorban. 1955. május 30-án a 88 éves James Down távozott az élők sorából. A férfi 12 órával azután lett rosszul, hogy dr. Batkin elvégezte nála a szokásos vizitjét. James Down dr. Batkinra hagyta a birtokát, ezen felül pedig 1200 fontot és a sort napestig folytathatnám. A lényeg, hogy dr. John Batkin Adams 35 éves praktizálása alatt közel 310 betege hunyt el rejtélyes körülmények között. A halálok okát illetően a férfi általában rákot, trombózist, agyvérzést állapított meg. Már ez önmagában igen furcsa volt, hiszen a Scotland Yard adatai szerint dr. Batkin páciensei valószerűtlenül magas, 42%-os arányban hunytak el agyvérzésben vagy trombózisban ami még rejtélyesebbé teszi az ügyet, hogy az elhunytak közül 132 betege hagyott az orvosra kisebb-nagyobb vagyontárgyakat, készpénzt, házat, birtokot és autót. Ugyan egy ember miért tartaná előbbre a házi orvosát, mint a közeli családtagjait? És ha dr. Batkinnak valóban köze volt a halálesetekhez, hogyan csinálta? Mi volt a módszere? Az alábbi két különös eseten keresztül mutatom be, hogy mi volt a rendőrség teóriája a valószínűsíthető gyilkosságokat illetően. Lássuk a Gertrude Hallett, illetve az Edith Ellis Morell eseteket, ezen utóbbit annak idején minden idők legnagyobb gyilkossági perének nevezték. A feleségem és én tanúi voltunk annak, hogyan merül el egyre jobban a gyógyszerfüggőségében. A gyógyszerek hatására mentálisan egyre jobban szétesett, sokszor előfordult, hogy úgy botladozott a rengeteg gyógyszertől, mintha részeg lenne. Ezen mondatokat a már említett Leslie Hansen komikus mondta el Gertrude Halletről, miután a nyilvánosság előtt is vállalta, hogy ő volt az a névtelen telefonáló, aki Dr. Batkin gyanús ügyeire felhívta a figyelmet. Mrs. Hallett férje, Jack Hallett 7 órával azután hunyt el, hogy dr. Batkin egy vizitet tartott nála. Az orvos egy injekciós tűvel befecskendezett neki valamit, amire ő azt mondta, hogy ez a szer megszünteti az idős férfi fájdalmait. Nem sokkal ezután Jack Hallett meghalt, kartonjára dr. Batkin szívrohamot tüntetett fel a halálokaként. Gertrud haláltett nagyon megviselte férje halála. Depresszió tünetei mutatkoztak rajta, ezért dr. Batkin nyugtatókat írt fel neki, azonban ezen gyógyszerek adagolását az idő múlásával nem csökkentette. A hölgy hónapok leforgása alatt zombiszerű, katatón állapotba került, egyre rosszabb bőrben volt, végül négy hónappal később követte férjét a halálba. Dr. Batkin agybénulást állapított meg. A doktor Batkinra hagyott ezer fontjával az orvos páciense halála napján azonnal a bankba hajtott. Ekkoriban az orvosnak 35 ezer font volt a bankszámláin, és további 125 ezer font ingatlanokba fektetve. Ez akkoriban igencsak komoly vagyonnak számított, sőt, most sem rossz pénz. Gertrude halála után a halottként teljesen meg volt többenve, és számon kérte doktor bátként a páciens kezelése miatt. Miért nem konzultált más orvosokkal is Gertrude állapotát illetően? Miért nem szervezett egész napos orvosi felügyeletet a hölgynek, vagy miért nem utalta be egy szanatóriumba? A halott kém arra is felhívta a figyelmet, hogy a patológus gyógyszer túladagolásra gyanakodott Gertrude esetében, azonban Dr. Batkin ragaszkodott az agybénulás diagnózisához. A házi orvos így reagált. Én mindenben a szerint jártam el, ami a legjobb volt a betegemnek. A telefonhívás után maga az Eastburni halott kém is jelentette a holtest vizsgálata után a rendőrségnek, hogy Gertrude halála nem természetes úton következett be, ezért Richard Walker, az akkori rendőrfőnök azonnal nyomozást indított, amibe bevonta a Scotland Yardot is. Mivel egy széles körben ismert és népszerű házi orvosról volt szó, a rendőrség igen óvatosan járt el. Vizsgálni kezdték dr. Batkin munk illetve azon betegeinek is kikérdezték a rokonságát, akiket a férfi kezelt az elmúlt évtizedekben, és elhunytak. Bár dr. Batkin már a 30-as években hozzájutott betegeinek vagyonához, például 1935-ben egy Matilda Widen nevű beteg 7385 fontot hagyott rá, a Scotland Yard legfőképpen az 1946 és 1956 közötti időintervallumra koncentrált a legerőteljesebben. Ezen időszakból 163 esetet emeltek ki, melyeket vizsgálatra érdemesnek tartottak. Ezt a listát 23 halálesetre szűkítették. Végül a 81 éves Edith Ellis Morel ügyében állapították meg minden kétséget kizáróan, hogy biztosan szándékos gyilkosság történt. Az idős gazdag özvegyasszony 1950. november 13-án hunyt el, a hölgyet 1948-tól kezdődően dr. Batkin kezelt. A hölgy egy sztrók miatt részlegesen mozgássérült volt, és csak és kizárólag dr. Batkin láthatta őt, más egészségügyi dolgozó nem. Amikor a hölgy meghalt, dr. Batkin a halálának a napján testét elhamvasztatta, hamvait pedig szétszórták a Lamáncs csatornánál. Úgy tűnt, a férfi mi hamarabb meg akart szabadulni a hölgy testétől, akinek halálát szélütésként azonosította. Bár Mrs. Morel többféle végrendeletet is készített, végül dr. Batkin örökölte az asszony Royce royce illetve ezüst étkészletét, mint azt már említettem. A számos rokonnal, ápolónővel, halottkémmel való beszélgetések, a felmerülő bizonyítékok meggyőzték a Scotland Yardot, hogy nem lőhetnek mellé. Bár azt feltételezték, dr. Batkin számos ember haláláért lehet felelős, egyenlőre egyetlen ügy miatt csengettek be hozzá 1956. december 19-én. A vád Edith Ellis Morel meggyilkolása. A rendőrség feltételezése szerint Dr. Batkin feltűnő gyakorisággal használta a vizsgálatai során ópiátokat, morfint és heroint. Az 1957. márciusában kezdődő tárgyalásokon négy nővér is azt állította, hogy az orvos hatalmas készlettel rendelkezett ezen fájdalomcsillapítókból, és szerintük Dr. Batkin sokszor súlyos túlzásokba is esett a használatukat illetően, de ők ápolónőként nem tehették meg, hogy figyelmeztessék a doktort a már említett 1950. decemberében elhunyt Annabel Kilgör esetében jelentkezett egy Miss Asgood nevű ápolónő, aki a hölgy halálának másnapján kérdőre mondta dr. Bátkint. Halálának éjszakáján egy inekciót adott be Miss Kilgörnek. Néhány óra múlva Miss Kilgör meghalt, és haláláért dr. Bátkin a felelős. Mondta a Scotland Yard embereinek amikor számon kérte a doktor, hogy miből mekkora dózist fecskendezett a nő szervezetébe, dr. Batkin nem válaszolt, a halál okaként pedig agyvérzést jelölt meg. A vád szerint tehát dr. Batkin kábító és gyógyszer függővé tette pácienseit, hónapokon, éveken keresztül adagolta nekik a különféle származékokat, ebben a leszedált állapotukban elérte, hogy a végrendeleteiket a javára fordítsák, és amikor ez megtörtént, megölte őket egy halálos adag befecskendezésével az ügyészség Sir Reginald Meningen Bueller főügyész vezetésével meg volt arról győződve, hogy ha a Morelli per sikeres lesz, további négy haláleset kapcsán már biztosan tudnak újabb vádakat felállítani, köztük Gertrude Hallett halálának kapcsán is. Előbb azonban bizonyítani kellett, hogy az Edith Ellis Morell gyilkosságot valóban dr. Batkin követte el. Azonban hiába a számos gyanús körülmény, a Morelli per nem úgy zajlott, ahogy azt a Scotland Yard, az ügyészség vagy a közvélemény gondolta. A vád szerint Miss Morell halálát egyértelműen az okozta, hogy Dr. Batkin fokozatosan növelte az asszonynak beadott morfium és heroin adagokat. Azonban a tárgyalás során kiderült, szükségességét Miss Morell esetében nem Dr. Batkin, hanem egy Turner nevű orvos írta fel, amikor a hölgy kilenc napot töltött egy Csesőr városában található kórházban. A dr. Batkinra való négy nővér elismerte, hogy a betegeknek szükséges gyógyszereket és inekciókat ők állították be, és állították össze a listát ezekről. Kiderült, hogy dr. Batkin gondosan betartotta az összes szokásos orvosi eljárást, melyeket egy haldokló állapotban lévő beteggel kapcsolatban tennie kell. Jeffrey Lawrence, dr. Batkin védőügyvéde emellett egy taktikai húzással is élt. Rábeszélte dr. Batkint, hogy ő maradjon csendben, ne hagyja, hogy a vád képviselői bármit is kihúzhassanak belőle. A védő ügyvéd emellett azt is elmondta, hogy Miss Morell bár jelentős vagyonnal rendelkezett, ebből semmit sem hagyott a doktorra, kivéve az ezüst evőeszközöket. Sőt, mint kiderült, bár korábban szerepelt a végrendeletben a doktornak szánt Royce Royce, ez végül kikerült belőle, Miss Morell halála után annak fia adta az autót doktor Batkinnak. Laurens kijelentette, hogy Miss Morel a lehető legtermészetesebb halált halta, és a doktor Batkin által nekiadott gyógyszerek csökkentették a fájdalmait, segítve az asszonyt utolsó óráiban. Ezáltal felmerült egy olyan jogi irányzat, amely azt tartalmazta, ha egy beteg végstádiumban van, akkor az orvos jogszerűen végezhet olyan kezelést, aminek célja a szenvedések enyhítése, még akkor is, ha a beteg véletlenül éppen ebbe a kezelésbe hal bele. Tehát, ha Dr. Batkin akaratán kívül eutanáziát is hajtott végre Miss Morellel, azt nem pénzszerzési, örökösödési cél motiválta. Lawrence szerint Dr. Batkin azért lett nem egy esetben kedvezményezett, mert a betegek így köszönték meg házi orvosuknak a gondoskodást és az ápolást. Így történt, hogy 17 napos tárgyalást követően, 46 percnyi tanácskozás után az esküdtszék az alábbi ítéletet hozta. Dr. John Batkin Adams nem bűnös az ellene felhozott vádakban. Sokan, legfőképp Dr. Batkin barátai, ismerősei fellélegeztek az ítélet hirdetést követően, míg mások egyenesen felháborodtak. Herbert Henem, a Scotland járnál szolgáló nyomozó felügyelő így nyilatkozott. Dr. Batkin azért menekülhetett meg, mert a törvény képviselői hatalmas hibát követtek el. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy a főügyész Meningen Bueller miért Miss Morell esetét választotta ki a több tucatból. Az asszony testét halála után elhamvasztották, ennél az ügynél jóval több esetet feltártunk egyértelmű bizonyítékokkal. A vád megbukásában az is közrejátszott, hogy dr. Batkin gyanúsan elhalálozó pácienseinek nagy részét rendkívül hamar elhamvasztották, így esély sem volt arra, hogy a maradványaikból kimutatható legyen az általuk szedett gyógyszerek mennyisége. Bár ezen ügyekben hivatalosan sosem vádolták meg a doktort, a vizsgálatok kiderítették, hogy Mr. Hallett valóban szívrohamban halt meg, míg felesége Gertrude öngyilkosságot követett el, tehát a gyógyszereket saját magának adagolta túl. Az 1954-ben elhunyt Clara Neil Miller testét szerencsés módon nem hamvasztották el, ezért testét exhumálták. A patológus ekkor arra a következtetésre jutott, hogy a hölgy tüdőgyulladásban hunyt el. Patrick Arthur Devlin, az ügyön dolgozó bíró, kísértekesség, hogy ő volt az első bíró, aki könyvet írt az általa vezetett ügyről, ugyanis 1985-ben kiadta a Batkin perről szóló könyvét, így írt az eseményekről. Az ügyet az első felmentés után már nem lehetett folytatni. Ha a bíróságra jött volna Gertrude Hallett halálesete, dr. száz 100%, hogy ez esetben is felmentették volna. Az a helyzet, hogy a számos gyanús körülmény ellenére a doktor ellen soha nem volt minden kétséget kizáró bizonyíték. Bizonyos elméletek szerint ez nem véletlen, a doktort befolyásos barátai segítették, és ehhez hozzájárult Dr. Batkin feltételezett homoszexualitása is. Mint említettem, Dr. Batkin igen népszerű személy volt, és igen illusztris barátai is voltak, mint például David Burgley, angol olimpiai érmes sportoló és parlamenti képviselő, Edward William Cavendish, Demonsír Tizedik hercege, vagy Sir Robert John Prendergast admirális. Herbert Henem nyomozása során arra is rávilágított, hogy Dr. Batkin sűrűn együtt tartózkodott Sir Roland Gwennel, Eastburn korábbi polgármesterével és a kelet Sussex megyei tanács elnökével. A két férfi sohasem nősült meg, vagy lettek gyerekeik, és mivel rendszeresen találkozgattak, Henem szerint a két férfi homoszexuális viszonyt folytatott. Hercegi, parlamenti képviselő barátok, illetve egy tanácselnök szerető. Felmerült, hogy Batkin talán befolyásos barátainak, ismerőseinek köszönhette, hogy megúszott egy feltételezhető sorozatgyilkossági ügyet. Ugyanis a Batkin per alatt Sir Roland Gwent látták együtt vacsorázni Lord William Edgar Gadderdel, angliai főbíróval, aki maga nevezte ki Sir Patrick Devlin-t a Batkin ügyben bírónak. Charles Hewitt, a Scotland Yard egy másik nyomozója is azt állította, a dr. Batkin Per egy összehangolt politikai és igazságügyi beavatkozás miatt bukott meg. Pontosan emiatt a rendőrség és a közvélemény is úgy gondolta, hogy dr. Batkin nem csak Miss Morell és Gertrude Hallett halálában bűnös, de tucatnyi, sőt legalább 130 ember megölésében. Azonban hiába több vádemelés nem történt többé a halál orvosaként elhíresült férfi ellen. Dr. Batkin bár a feltételezett gyilkosságokat megúszta, még felmentésének évében 1957-ben elítélték receptek hamisítása miatt, és 2200 font megfizetésére kötelezték. Emiatt pedig törölték az orvosi nyilvántartásból. Azonban 1961. november 22-én az akkor 62 éves férfit visszahelyezték az általános orvosi kamarába, és újra praktizálni kezdett Eastburnben. A férfi több, őt rágalmazó újságot is sikerre Beperelt, és bár korábbi pacientúráját nem szerezte vissza, bizony újra sikerült egy betegkört kialakítania. Azonban a veszélyesnek ítélt gyógyszerek, illetve kábítószerek felírására vonatkozó engedélyét sohasem kapta vissza. 1983. július 4-én, 84 évesen hunyt el egy melkasi fertőzésben vagyon a halálakor mindent összevetve 402.970 font volt. Ugyanis bármi különös, de dr. John Batkin Adams élete végéig új praktizálása után is időről időre örökölt pénzt vagy ingóságot elhalálozó betegeitől. A legnagyobb probléma az, mint azt máskor is tapasztalhattuk már, az orvosi szakma egyes tagjai elképesztő mértékben úgymond összezárnak. A dr. Batkin ügyet nem segítette például a British Medical Association az Egyesült Királyságban bejegyzett orvosok szakszervezetesen. Ugyanis amikor a vádak kezdtek halmozódni dr. Batkin ellen, a szakszervezet valamennyi Eastburnben élő orvosnak levelet küldött, melyben emlékeztették őket az úgynevezett orvosi titoktartásra, ha esetleg a rendőrség ki szeretné őket kérdezni az ügyel kapcsolatban. Dr. John Batkin Adams esete napjainkban is vitatott. Egyesek dr. Harold Shipman gyilkosságainak előfutáraként tartják számon, míg mások úgy vélik, úgynevezett kegyelmi gyilkosságokat hajtott végre azokban az időkben, és valóban enyhítette a páciensei szenvedéseit. Az eutanázia nagyon megosztó dolog, ez nem volt másképp az 1930-as, 40-es, 50-es, 60-as években. A törvény tiltotta az e féle halálba segítéseket, de már akkoriban volt néhány orvos, akik támogatták a súlyos betegek halálának meggyorsítását. Tehát a törvény hiába tiltja elméletben, ha a gyakorlatban egyes doktorok ezt figyelmen kívül hagyják. Lehetséges, hogy maguk a betegek kérték dr. Batkintól, hogy végezzen velük, ők pedig cserébe amolyan olyan hálapénz gyanánt bevették a végrendeletükbe. Vagy szó sem volt a betegein segíteni akaró orvosról, és dr. Batkin egy minden hájjal megkent gyilkos volt, aki kábítószer függővé tette, majd megölte a betegeit azok vagyonáért. Talán ezen kérdésekről sokat elárulnak John Batkin gondolatai. A férfi jóformán sohasem kommentálta az őt ért vádakat, egy alkalommal azonban azt mondta egy Scotland járdon történő kihallgatásán. Egy haldokló halálának megkönnyítése nem is olyan gonosz dolog. Ha valaki meg akar halni, és valaki segít neki, az nem gyilkosság. Ezért lehetetlen az orvost vádolni. Nektek mi a véleményetek dr. Batkin hátborzongató és rejtélyes esetéről? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövesd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláiból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. A GV Cooper History csatornámra egy egy elképesztő anyag fog érkezni. Itt a JV Cooper a világ pont találkozunk, az epizód témája kísértet járt a szállodák. Szép napot, sziasztok!